súlyemelésben már bajnokot is avatnak. A légsúlyak versenyének nagy eseménye a szovjet Vahonyin és a magyar Földi Imre izgalmas párharca az olimpiai aranyéremért. Földi Imre becsvágyjal tervszerűen készült Tókióra, s itt felülmúlta szinte a világ valamennyi súlyú versenyzőjét, aki valaha is megjelent a versenydobogót. A nyomásban sikeresen teljesítette a 115 kilót. A szakítás után 5 kilós előnnyel vezet, s összetettben néhány percig ő volt a világrekord birtokosa is. Most éppen sikeres 115 kg-os nyomás gyakorlatát látjuk. Ezután a szovjet Vahonyin következik, aki élete legjobb eredményével, világrekordra újabb világcsúccsal válaszolva, még Földinél is erősebbnek bizonyul. 2,5 kilóval megelőzve Földit, megszerzi az olimpiai bajnokságot. A tókiói olimpia első ünnepélyes eredményhirdetése. Az első aranyérmes a szovjet Vahonyin. Az első ezüstérmet Föld Imre vívta ki. Magas...